Keď si teda de facto testvérek, pretože Kristus vás szeretett testvéreim. Szent Sebestyén a 14 segítő szent közé tartozik, akiket különösen a középkorban tettek a templomok vagy kápolnák védő szentjévé, hiszen azok a kérelmek, amivel a segítő szenthez fordultak, azok mindig egy aktualitást, időszerűséget is jelentettek. Szent Sebestyén különösen a pestisei betegségek idején kérlelték, hogy múljon el a szörnyű járvány, és nem csak Szentháromság szobrokat állítottak annak elmúltával, hanem hát Szent Sebestyének is még szobor formájában látható útszéli megjelenítésével is találkozunk. A festménye pedig hát úgy gondolom mindenki számára ismert, hiszen kedvenc témája volt a festőknek, hogy egy szép férfit, aki katona volt, hát fához kötve lenyilaznak. Pestises betegségek elmúltak, vannak más betegségek nyavaják, hiszen a Covid sem szűnt meg teljesen. Mindig szükségünk van arra, hogy betegségeinkben is a szentek közbenjárását is kérjük. De most Szent Sebestyének még találom időszerűsége van, hiszen ő az egyik legvéresebb keresztény üldözésnek a mártírja, a Diokleciánus féle keresztény üldözésnek a harmadik században. Életéhez nagyon sok legendás esemény kapcsolódik, azért is, mert köztiszteletben állt az ókori keresztények előtt. Nem véletlen, hogy tiszteletére egy nagyon híres temetőt szenteltek Rómába, el lehet menni a Szent Sebestyén katakomba, az az ő nevét viseli. És hát a keresztény üldözés, azt, ahogy Jézus megmondta, az végig kíséri a történelmünket, hol erőteljesebben, hol gyengébben, vagy esetleg a világnak egyik pontján nyugvó pontra jut az életünk, de a másikon bizony biztosan üldözik a keresztényeket. Így van ez ma is. Éppen tegnap hallottam egy adatot, könnyű volt megjegyezni, mert a polgári év napjainak felel meg a 365 millió keresztény van ilyen-olyan formában üldözve a világban, sokszor nagyon véresen, de már úgy veszük észre, hogy Európa is kezd fölzárkózni a keresztény üldözéshez. József Attila mondja, hogy finomodnak a kínok, tehát talán nem didette üldözéssel, de kezdődik azzal, hogy Olaszországban levetették a kereszteket iskolákból, közintézményekből. Már nem lehet karácsonyt se említeni, és hát el lehetne mondani a nyugati társadalomnak a visszakozását, hogy nehogy megsértsék a más valláson lévő emberek érzékenységét. Persze a muszlimok egyáltalán nem törődnek vele, hogy mi nekünk mi fáj, mi érzékeny, és ugyanakkor még üldöznek is bennünket. Itt tartózkodik most Magyarországon a szentföldi latin patriárka Pier Battista Pizzaballa bíboros. Hát ő többször nyilatkozott már, itt volt a ferences templomban is, megfogadták őt, és fájdalmas dolog, amit mond, hogy a Szentföldön, ahol kezdettől voltak keresztények, egyre inkább kiszorulnak, mert üldözik őket. Itt van most a
palesztin-izraeli háború, mindkét fél azt szeretné, hogy igazolja őket és fogadja el az ő erőszakosságukat. A Hamas is azt akarja, hogy hát fogadják el az ő terrorcselekményüket, hogy a zsidók nem adnak nekik már, vagy 70 éve államot, holott megígérték nekik az ENSZ alapján, meg elnyomják a palesztinokat, meg embertelen módon élnek, és hát ők ebbe akarnak fölszabadulni, és egyébként is ők mindig ott voltak, hiszen sémi népnek mondják magukat, Ábrahám leszármazottjának. A zsidók pedig azt mondják, hogy hát a mi államunk nincs biztonságban, megtámadnak bennünket, és ezért visszavágnak, és miután két bosszúálló népről van szó, sose fognak kibékülni, mondja Pierre Baptista Pizzaballa bíboros, hogyha meg nem térnek, már pedig nem úgy néz ki, és ennek a levét mindig a keresztények isszák meg, hol ők éppen a békességet szeretnék. Hát ez közelről érünk bennünket olyan formán, hogy ugye Szentföldön sokan jártunk már, vagy tudunk róla, vagy esetleg mennénk is oda, de hát a keresztények ott nagyon-nagyon háttérbe szorulnak, és éppen ugye a Jézus szülőföldje, a megváltás több helye lesz meglátogathatatlan, pedig úgy tartották ősidőktől fogva, hogy a Szent Föld az a ötödik evangélium. Mert van a négy evangélium, de ha valaki oda elmegy, akkor találkozik azokkal a helyekkel, ahol Jézus prédikált, csodát tett, vagy betegét gyógyított. És milyen szomorú ez. Ugye a keresztes hadjáratokat el szokták nagyon ítélni, és hát mi is keresztények is mondjuk, hogy hát nem szabad lett volna akkoron, de hát most értjük már, hogy miért mentek oda a keresztesek. Mert ugyanez volt akkor is, nem engedték meglátogatni a szent helyeket és a feltörekvő iszlám, ami már elfoglalta Közel-Keletet, nagyon kegyetlenül bánta keresztényekkel, egyedül a ferenceseket tűrte meg valami kegy folytán, mert a szultánnál Szent Ferenc el tudta érni azt, hogy az ő rendje, amely nagyon szegényen és nagyon egyszerűen élt, ott lehessen a keresztény nép között. Igen, hát ez csak egy a több példából, aztán ott van Afrika, meg sok helyét lehetne mondani a keresztény üldözés véres formájának, vagy a dél-amerikai ilyen katonai muntáknak a üldözése ma is fönnáll. Itt is volt, ebben a mi országunkban is, és ezt nem szabad elfelejtenünk. Ugyanakkor azt kell kérni az Úrtól, hogy legyen bátorságunk, mert ő azt mondta, hogy aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom a mennyei atyám előtt. Mostani evangéliumi szakaszban azt mondja, hogy ne attól féljetek, aki megöli a testet, hanem aki a lelkét is meg tudja ölni. Itt sokan az ördögre gondolnak. Nem. Az Isten adta a lelket, ő tudja megölni, megsemmisíteni. Tehát, hogy valamiképpen legyen egy ilyen félelmünk, hogy nekünk el kell számolni az életünkkel, és tartsuk meg keresztény hitünket, legyen bátorságunk kiállni. Hát erre tanít bennünket Szent Sebestyén kápornánk védőszentje. Ma még egy másik vértanúról is emlékezik egyházunk, Szent Fábián pápáról, aki ugyanabban az időben halt meg, sőt a magyar alapítású páros rend
megalapítójáról, Boldog Özsémről is. Egy napra több szent is esik a katolikus naptárban, mi most itt kifejezetten Szent Sebestyére gondolunk, az ő pártfogását kérjük, hogy legyen erőnk Krisztus hitvalójaként élni ebben a világban. Amen.